Amikor magam alatt vagyok, akkor általában vidám képeket szoktam csinálni, és ha éppen egyensúlyban vagyok, akkor hát egy kicsit tragikusabb és drámaibb képeket vagy egyebeket hozok létre. Hát az én témáim azok általában emberiek, de ugyanakkor állatiak is. Tehát ez a két vonulat határozza meg azt, amit csinálok. Minden emberi szituáció megfoghat esetleg. Hát a gondolat, mint ahogy az egyik rajzomon látható is, a gondolat olyan, mint a szúnyog. Ha megcsép, vagy lecsapod, vagy elszáll. De a nyoma mindenképpen viszketni fog. És ezt a viszketést vezetem én le a munkáimban. Száz számra álmodok például ismeretlen szavakat. Most ezt nem tudom mire vélni, hogy valami atavizmus, vagy egyéb, de minden esetre hát a reneszánszig vissza tudom magamat vezetni, későbbiekre már nem nagyon. Tehát ez a sokrétűség, amit én csinálok, az azt hiszem rokona a reneszánsz mesterekével, ha nem is hasonlítanám nagyságba magamat hozzájuk. Semmi más nem hagy, csak az önkéntelen előbukkanó gondolataim hajtanak, semmi egyéb nem hajt, mert van nyugdíjam, a pénz nem hajtott soha, mert akkor milliómos lennék valahol nyugaton, a csábításokat elfogadom, tehát nincs más hajtóerőm, csak az, ami előbukkan a fejembe. Jean Delannoyt, aki a Francia Filmakadémia elnöke volt, 4 filmjét terveztem, és úgy nyilatkozott, nem is tudom, hogy szerénytelenség folytán ezt elmondhatom-e, úgy nyilatkozott, hogy a világ egyik legnagyobb art direktora vagyok, akire bizton számíthat bárki, aki bizalommal fordul az én munkáimhoz. Nagyon tiszteltem, nem csak ezért, hogy így nyilatkozott, hanem pontosan tudta, hogy mit akar csinálni. Mikor kimentünk forgatni, egy óriási táblán az összes beállítás, az összes nit föl volt már rajzolva. Tehát nem kellett ügyetlenkedni, és neked jó, nekem jó, vegyük fel még egyszer módon többször is ugyanazt fölvenni, hanem céltudatos munkása volt a filmnek. Ez különböző időszakaimból van összeállítva, de hát bármilyen anyag, ha az egész rendelkezésre álló anyagom is itt volna, akkor is csak egy keresztmetszet volna, mert hát lehetetlen összegyűjteni. Nem beszélve arról, hogy a filmes kollégáim is a sok évi együtt munkálkodás alkalmával sok mindent elkunyeráltak. Tehát szétszóródott a világba nagyjából az én régebbi munkásságom legnagyobb része. Tulajdonképpen úgy érzem, hogy olyan kakukktojás vagyok, amelynek már repedezett a héja, ugye, és
és az egyik repedésen festék folyik ki, amiből képek lesznek. A másik repedésen betűk, amikből szavak, mondatok, könyvek lesznek. A harmadik repedésen végtelen celluloid szallag kígyózik elő. Tehát ne is a könyvművészeti munkák. Hát szóval alaposan megrepedezett kígyót tojás vagyok, ez az igazság. Ezek az úgynevezett aforizmák, ezek tulajdonképpen kivonatok a könyveimből. Mert hát ugye meg is rajzolom én a könyveimet, tele vannak, minden könyvem tele van rajzol is, és azoknak a kivetítése ezek a grafikák. Na most persze én a más könyveit is rajzoltam bőven, meg borítókat terveztem író és művésztársaknak, tehát nem vagyok olyan önző, csak a saját könyveimet díszítem, de hát ezek a grafikák tulajdonképpen azt jelentik, hogy a könyveim lapjait tudom bemutatni.